A gyengébb nem gyakran van kitéve partnere vagy más férfi családtagja bántalmazásának. Lehet szó fizikai, pszichikai, nemi vagy más típusú sérelmezésről is. Gyakran nem csak a nők, de gyerekeik is veszélynek vannak kitéve. Vannak családok, ahol az apa uralmat tartják normálisnak, így nem tesznek a bántalmazás ellen. Tolerancija na nasilje u Srbiji je izuzetno velika. Mi smatramo da je to nešto normalno. Videli ste da je bilo jedno istraživanje među srednjoškolcima gde i dečaci i devojčice smatraju da tući ženu, udariti je treba i ima. Naveli su čak i neke razloge kada treba ženu istući, između ostalog ako joj ručak ne uspe ili... A bántalmazottak leggyakrabban az orvosnál jelentkeznek először. A tartományi egészségügyi titkárság ezért most az egészségügyi dolgozók figyelmét is felkeltette Észak-Bácskában és Bánátban, hogy ne hagyják figyelmen kívül az olyan pácienseket, akik valamilyen erőszak jeleivel fordulnak hozzájuk. A szabadkai egészségügy támogatja az indítványozást. Uloga zdravstvenog radnika nije samo da pruži pomoć zdravstveno, što uopšte nije ni bio problem, jer to je uloga kod svakog pacijenta koji se javi, ali smo na neki način apelovali i dobili rezultat toga da zdravstveni radnik treba da ima ulogu i u osnaživanju žrtve, a i također u povezivanju sa ostalim institucijama koje imaju ulogu u prevenciji i zbrinjavanju nasilja. A statisztikák szerint Szerbiában minden második nőt élete során legalább egyszer ér családon belüli bántalmazás. Az országban évente több mint 20 nő válik az erőszak halálos áldozatává.